Több olyan szerzemény is elhangzott a Szekszárdi Művészetek Házába zajlott ünnepi koncerten, mely újdonság volt a Gályárda kóros koncertjeire általában ellátogatók számára is. Mindemellett Szabó Szabolcs Karnagy olyan programot állított össze az alkalomra, mely méltó volt a közelgő karácsonyi ünnephez, na meg a működés jubileumához is. A jubiláló együttest Jurkovics János alpolgármester köszöntötte. Számtalan lehetősége és módja van a felkészülésnek, de az bizonyos, hogy az ének, a zene közös élményet a legmeghittebb alkalmak közé tartozik. A legihlettebb pillanatokban az arra fogékony lélek megérezheti azt, amit a Filippiekbelikhez írt levélben olvashattunk, az Úr közel. Mi Szekszárdon különös szerencsével részeltetünk, hiszen a város számos kórusa közt az egyik legfiatalabb, hiszen alig 22 évre tekint vissza, ilyen kortájt mindig vendégségbe hívja a hallgatóságát. Szeretett vendégség ez, melyben a lelkünket kínálja a helyen, hogy a mindennapok szürkeségén, sokszor értelmetlen lótás futásán felül emelkedve, emberi élménnyel, emberi dallammal megtelve, gazdagodva térhessen haza. Az évforduló alkalmával a Szekszárd városért a művészet erejével emlékplakettet adományozott a város Kajsza Bélának, a kórus elnökének és Tamási János kórus tagnak. És igazából a járvány miatt szinte el is felejtődik az, hogy nekünk tényleg jubileumunk van. Nem más, mert itt mindig nagyon jó szerepelni és mindig jó énekelni. Legfontosabb talán az, hogy az ember úgy tudja néhány mondattal tálalni a hallgatóságnak, a közönségnek azt, amit előad majd, hogy valóban az évekhez, lelkekhez találjon az a néhány mondat. Ez az izgalomnak a legfontosabb tárgya, és hát persze a műveket is végig kell csinálni tisztességesen. És most vezényelek, nem tudom, már nagyon évek óta nem vezényeltem zenekart, most azt is kell. Nincsenek kiugró események az énekkar életében, mondja Szabó Szabolcs. Minden megmutatkozás, minden jelenlét egyformán fontos, egyforma odafigyelést igényel Karnagytól és énekestől egyaránt. Úgy érzem, hogy magam miatt is, hogy magam miatt se kelljen szégyenkeznem, de minden kórustag előtt úgy gondolom, mindig meg kell felelnem. Bárhol vagyok, tehát bármilyen művet adunk elő, ezt mindig csinálni kell, ameddig az ember a 75. életévében még engedheti. Hogy mi a titok a Gályárda sikerében és egységében? Nem tudom, hogy titok-e ez, de rendkívül lelkesek, szorgalmasak, kiki hullafáradtan érkedik minden estére a saját munkahelyéről, és aztán egyszer csak valahogy elkezdünk belelendülni, és akkor ők maguk mondták nem egyszer, hogy a próba végén szinte pihenten távoznak. Ez, ha csoda, akkor, vagy titok, akkor legyen az, de én azt hiszem, hogy nagyon komoly munka az, ami ezt meg kell, hogy előzze. Én azt hiszem, hogy néha úgy megyek haza, hogy na, ma a maximum volt, ennél többet nem lehet kihozni belőlük, aztán jön egy nagyon nehéz mű, ma is lesz ilyen, és csodája, ők is megtanulják és előadják, és néha profi kórusokat megszégyenítő módon.
Annak ellenére, hogy az énekesek életkorában jelentős eltérés van, ez nem hátránya az együttesnek, inkább erőssége, mondja Szabó Szabolcs. De hogy ez a varázs mitől alakul ki, ezt sok éves tapasztalatom ellenére sem tudom megmondani, tette hozzá a Karnagy. Az este egy különleges darabbal is készült az együttes, mely kifejezetten erre az alkalomra íródott. A dolog úgy kezdődött, hogy eredetileg egy szintetizátor, aki ismer a városban, az tudja, hogy a szintetizátorok őrültje vagyok, és egy eredetileg a Spirits of Mind című albumomnak a nyitó darabja volt, a Like a Dream című darab, ami egy az egyben ez a dallam volt. És többen kérdezték, hogy ez olyan szép, ez olyan áhítatos ez a dallam, ez a Like a Dream című dallam, hogy miért nem írod meg, szinte karácsonyi hangulata van, miért nem írod meg ezt karácsonyi zenének, karácsonyi kórusműnek. És akkor így alakult ki az, hogy megírtam négy szólamú vegyes karra a darabot. Volt ennek egy talán ősbemutatója, de nagyon kamara körülmények között a zeneiskola nagy termében, és ott kényszerűségből gondoltam, hogy megerősítjük a hát nagyon profi zenetanárok kórus, de kis létszámú kórust, megerősítjük egy vonós négyessel. És akkor ez eredetileg Bach és Mozartnak a megoldása oratóriumokra, hogy megkettőzik a kórust vonós zenekarral. És hát akkor így adta magát a dolog, hogy kórus és a vonós zenekar kettőzésével van megkomponálva a mű.